imádom, ahogy dolgoznak a szerverek. Ez kriptovaluta bányászat, CPU bányászat. 13 darab szervernek az ablakocskái látszanak. 5,4 kHz, 5 kHz, 4 kHz, 4,05 kHz, és ez apró, ugye 1, akkor 600 hash-ek, 200-300 hash. Ez így összesen, ha ráfrissítek az oldalra, akkor kiadja, hogy durván 24,34 kHz, illetve per majdnem 30 kHz az elmúlt 30 percet, ha nézi. Itt vannak a történetek, 13 darab munkaállomás dolgozik, ugye, és itt van a kifizetés 4 óránként, dobálja nekem a coinokat, 16 coin 4 óránként. Ezt most ugye felturboztam, ez a 29, majdnem 30 kHz, ez olyan 25-öt fog dobni nekem most 4 óra múlva. Azért mondtam, hogy 80 és 100 coin között termel ez a történet nekem. És az azt jelenti, hogy amikor elindul, akkor napi, illetve per coin 1 dolláros árfolyamon, mert ez év harmadik negyedévében indul a Core Coin ökorendszer, és 1 dolláros árfolyamon fog elindulni a Core Coin, tehát ez ilyen 80-100 dollár naponta. Na, amennyiben érdekel téged is ez a történet, keresd még privátban, és segítek, megmutatom, hol éred el azt a videót, ahol megmutatom, hogyan kell elindítani egy ilyen Core Coin bányászatot, illetve beszélhetünk arról is, hogy mi ez a Core Coin, és miért fogja, miért mondta azt a Microsoft társalapítója, hogy ez egy nagyobb történet lesz, mint a Microsoft. Úgyhogy hajrá, keresd meg, és segítek.